Képviselő úr, parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! Én azt gondolom, hogy indokolt először is áttekinteni, hogy pontosan miről van szó, mi a jelentősége ennek a törvényjavaslatnak, ez a TAB véleményből nem derülhetett ki véleményem szerint. De alapvetően itt kiszervezés és politikai irányítás a két kulcs szó, amit el kell mondanunk. Az Országos Atomenergia Hivatal, tehát az atomenergiával kapcsolatos hatósági jogkörökért ellátó szervnek a kiszervezése következik be. Ez érinti egyébként a Paks 2 beruházásra kapcsolatos engedélyezési felügyeleti jogköröket, de érinti a jelenleg működő atomerőművel kapcsolatos kérdéseket, szintén az intézményi, vagy az atomenergiával kapcsolatos és az egyéb ilyen nukleáris kérdésekkel kapcsolatos intézményi felhasználást, a radioaktív hulladékok kezelésének a kérdését, adott esetben az olyan engedélyezési kérdéseket, amik mondjuk a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos, az atomtemető építésével kapcsolatos engedélyezési kérdéseket is ide kell sorolni. Tulajdonképpen itt a kiszervezés folytán egy mini minisztérium jön létre az atomenergiai hivatalból, de úgy, hogy az a következő kormánytól teljes mértékben független lesz, és ugye látható, hogy arra is figyel a Fidesz-KDNP, hogy egy kormányváltás esetén megpróbálja egy kétharmados döntésbe betonozni a mostani politikai kinevezést. Nem igazak azok az érvek, amiket a sajtóban, illetve korábbi vitákon hallottunk, hogy itt valamiféle elvárás fogalmazódott meg a nemzetközi politika részéről, hogy ezt az átalakítást végre kellene hajtani itt a hatóságot érintően. Ugye itt az elmúlt évtizedben ezzel kapcsolatban nem változott a jogi környezet, hogyha ilyen jellegű módosítást szeretett volna a kormány végrehajtani, és arra törvényt begyújtani, ezt megtehették volna megfelelő szakmai és politikai egyeztetések útján. Tehát itt alapvetően a jelenleg futó projektekkel, illetve a közelgő országgyűlési választások sokkal van összefüggésben az a döntés, amit meghoztak. És akkor konkrétan áttérve a TAB módosítóra, illetve az összegző módosítóra, itt az eredeti törvényjavaslathoz képest is lényegesen erősebb jogköröket kap az Országos Atomenergia Hivatalnak az elnöke. Gyakorlatilag a radioaktivitással kapcsolatban mindenről hozhat rendeletet. Itt ide értendő a radioaktív anyagok birtoklása, előállítása, termelése, kezelése, feldolgozása, tárolása, felhasználása, átalakítása, szállítása és engedélyezéssel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó engedélyezési és hatóság jogkörök, szintén ugye az ezzel kapcsolatos létesítmény, berendezés létesítése, üzembehelyezése, üzemeltetése, stb. Hosszan sorolhatjuk, hogy mi minden olyan jogkör kerül így egy gyakorlatilag egy politikai kinevezett által vezetett hatóság, kvázi minisztériumként működő hatóság kezébe, aminek mondjuk úgy, hogy kormányrendeleti szinten, vagy sokkal inkább törvényi szinten kellene az intézését biztosítani. Tehát alapvetően azt tudjuk mondani, hogy rendkívül veszélyes és rossz döntés, rossz irány, de abszolút beleilleszkedik abba a kormányzati politikában, hogy rengeteg fontos kormányzati funkciót kiszervez, ugye nyilván a közvagyon kiszervezése mellett, amiről már rengeteget beszéltünk. Én azt gondolom, hogy a kormány nincs tisztában azzal, hogy az atomenergiával kapcsolatos beruházások, felügyelet tekintetében a teljes transzparencia és az átláthatóság az irányadó, ezt kellene biztosítani, és hasonlóképpen a minél szélesebb körű lakossági tájékoztatás mellett a lakosság bevonását az ezzel kapcsolatos döntésekbe. Ehhez képest itt az elmúlt években az atomtörvény módosításai kapcsán is azt tudjuk mondani, hogy egyre inkább elveszik mondjuk az adott térségekben működő önkormányzatoktól a beleszólás lehetőségét, és mindent igyekeznek centralizálni és központosítani. Úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy ez egy rendkívül rossz irány, rendkívül veszélyes irány, alapvetően politikai szándékokat látunk mögötte. Az LMP frakció természetesen így a teljes törvényjavaslatot el fogja utasítani. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.